Kedves testvéreim, mint a kisvárdai gyülekezet lelkipásztora, házigazdaként, igaz testvéri szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen az ünnepi órán itt templomunkba együtt ünnepel velünk. Határokon átívelő a Tőkés Alapítvány egyéni díjának az odaítélése, az edélyben részesült személyek, az egész magyarság, a magyar kultúra képviselői, Ágoston Sándor, Sára Sándor, Durai Miklós, Benkő Samu, Törényi Levente, Pallón Zoltán, Demki József, Nemes Kürti István, Orbán Viktor, Tong Sándor, Vári Fábián László, Dr. Erdélyi Géza, Dr. Kis Tamás, Szabó Magda, Bánki György, Koncsol László. Ez 7 határon belüli és 9 határon kívüli személy. A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. És ő felelvén mondta nékik: mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És mikor közeledett, látván a várost, síra azon, mondván: vaj, ha megismerted volna te is, csak a mostani napodon is, amíg néked a te békességedre való, de elrejtettek a te szemeid elől, mert jönnek rejád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogattatásodnak napján. Köszönjük az alapítványt, köszönjük a gyülekezetet, köszönjük az új iskolát, a régi új iskolát, köszönjük Anyaszentegyházunk áldásait, tanítványtársainkat, akiknek szólniuk kell, és az örvendezés közösségében, az együtt örvendezés közösségében vannak ma együtt itt a kisvárdai református templomban. 1989 adventi várakozása egy ország, Európa, a világ életét érintette így meg. És megszületett a kisded, és megszületett a csoda. A kommunista rezsim talán nekegyetlenül elnyomóját elsodorta, egy Temesváron elindult hatalmas bőgetekében lavina. Amikor Magyarországon arról folyt a vita, hogy a lelkész politizáljon-e, Tőkés László nem politizált, csak tette a dolgát, ami szíve szerint a feladata volt. Ezzel forradalmat indított el. A szülői házból génjeiben hozott hite, becsületessége, igazság szeretete, gerincessége nem küldte az elnyomást. Így történt, hogy 1989. szeptember 30-ára meghirdette úgynevezett Alma háború részleteit beszéltük meg 29-én, amikor Szűcsen Sándor nagytiszteletű úr javasolta, hozzunk létre alapítványt, és azt nevezzük el Tőkés Lászlóról. Ott nyomban meg is fogalmaztuk a fő célkitűzéseket: nyári szabad egyetem szervezése, a magyar nyelvű és magyarság szolgálatában álló teológus képzés támogatása, és a magyar nemzetiségi helyzetét, a nemzetiség helyzetét döntően előmozdító magatartásért egyéni adományozás. Ezt az alkalmat használom fel, hogy egyenként köszöntsem és bemutassam a Tőkés László Alapítvány kuratóriumának tagjait. Lengyel Szabolcs urat, a kuratórium elnökét. Főtiszteletű
Tiszteletünk dr. Böcskei Gusztáv püspök úr, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a zsinat elnöke elfoglaltsága miatt nem lehet közöttünk. Valamint nem lehet itt velünk Fülöp István országgyűlési képviselő is sem. Nagy szeretettel köszöntöm nagy tiszteletű Csiszár Ákos tiszteletbeli esperes urat. Dr. Mezei Károly főorvosra. Dr. Nagy György ügyvéd urat. Dr. Pap László állatorvosra. Dr. Szabó Ferenc vezérigazgatóra. Úgyhogy megmutatom magamat, Pap Angéla vagyok, középiskolai tanár. Folyik ebben a országban, Kis-Magyarországon.